A közelben iskolák és áruházak is vannak, tízezrek közlekednek autóval nap, mint nap a Mécs László úton. A forgalmat tavaly november óta irányítják jelzőlámpák, mára pedig a Kovács Margit utca és a 821-es számú főút közti szakasz útburkolata is teljesen megújult. Ez Marcaváros eddigi legnagyobb beruházása, mondta az ünnepélyes átadón Borkai Zsolt. Mióta Marcaváros 2 létezik, ez a legnagyobb felújítás, hiszen több mint 120 millió forintba került, és én azt gondolom, hogy magáért beszél. Igyekszünk minden választókerületben, minden területen olyan felújításokat végezni, ahol eleve a megnövekedett forgalom miatt szükségessé vált, és 21. századira alakítani. Én azt gondolom, hogy együtt itt a csapattal, akik mögöttem vannak az elmúlt időszakban is, akár a költségvetés támogatásánál, vagy egy-egy projekt támogatásánál közös nevezőre tudtunk jutni, és kéz a kézben haladtunk előre. A déli városrészben a korábbi munkálatoknak köszönhetően jelentősen gyorsabb és biztonságosabb lett a közlekedés, nincs ez másként a Mécs László úti beruházás esetében sem, fogalmazott Kara Ákos. Minden olyan terv meg szándék, amikről következő időszakra vonatkozik, az azon alapszik, hogy a Fidesz-KDNP vezette város, Győr város mindent megtesz azért, hogy az itt élők komfortosabb, jobb életkörülmények között éljenek, és hogy a városunk folyamatosan fejlődhessen. Marcavárosban legalább 20 ezer győri polgár él, emelte ki Simó Róbert Balázs, a városrész önkormányzati képviselője pedig azt hangsúlyozta, hogy az itt élők életét mindenféleképpen pozitívan befolyásolja a beruházás. Rengeteg köszönő e-mailt és SMS-t és szóbeli köszönetet kapok én, amit mindig azért tovább hárítok a városvezetés felé. Azt gondolom, hogy meghatározza a mindennapainkat, nem hogy gyorsabb és dinamikusabb lett a be- és kijárás a lakótelepről, hanem egyúttal sokkal biztonságosabb is. A szakemberek a teljes pályaszerkezetet lecserélték, a munkálatok során a meglévő aszfaltot 12 cm vastagságban marták le, erre két réteg teljesen új aszfalt burkolat került, mintegy 5500 négyzetméteren újult meg az útszakasz. Lényegesen biztonságosabb, hiszen a jelzőlámpák mellett hát még arra is kellett figyelni a közlekedőnek, hogy a burkolat bizony-bizony nem volt jó, merre kerüljön éppen egy mélyedést, vagy süllyedést, vagy egy közműaknát. Most már ezzel nem kell foglalkozni, csak a forgalmi rendre tudnak figyelni. A több mint 120 millió forintos felújítási munkát az útkezelő szervezet önkormányzati finanszírozásból valósította meg.